Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket és a hallgatóinkat. Én Bolenszki Szonya vagyok, a képernyő túldán pedig Szentes Robert. Szia Robi! Nagyon örülök, hogy ismét látlak, és hogy újra kérdezhetlek, már jó régen találkoztunk. Akik követnek téged, és hallgatják a videóidat, illetve az általuk átadott tudást, és ugye gyakorolják ráadásul a kurzusoknak a technikáit, ők már tudják, hogy a jólétünknek, a gyarapodásunknak, az egészségünknek a kulcsa az elme tisztítása. Amikor a jelenlegi inkarnációnk eseményeiből keletkező traumákat vagy árnyakat kell oldani és integrálni, ott ugye viszonylag egyszerű a képlet, mert hogy van hová nyúlnunk ugye az emlékeinkhez. De a létezésünknek és a karmánknak a rendszere ugye ennél sokkal bonyolultabb és nagyon sok rétegből, szintből, komponensből áll, ahonnan ugye szintén hozhatunk magunkkal olyan tartalmakat, vagy letapadásokat, amelyek feloldásra, integrálásra, tisztításra várnak. Ha egyet értesz, akkor nevezzük most ezeket karmikus örökségeknek. Ezeket a távolabbi, vagy láthatatlan szinteket nevezd meg nekünk, kérlek. Hányféle módon gyűjthetünk be magunknak traumákat, vagy feloldásra váró dolgokat a jelenlegi életünk, inkarnációnk eseményén kívül. Ja. A mai világban, ami sokkal nehezebb, mint akár 2 vagy 3 évvel ezelőtt is, hogy sokkal nagyobb mennyiségű kihívás, trauma és úgynevezett testi betegségnek lehetünk szemtanúi, azaz tapasztaljuk meg őket. Nagyon sok ebből ahogy te mondtad, ilyen karmikus valami, és azt szeretném megmondani, hogy a karma az nem rossz. A karma annyit jelent, hogy balansz. A karma az egy eddig számunkra feldolgozatlan, vagy meg nem értett, meg nem tapasztalt aspektus, és ahogy ezt megtapasztaljuk és feloldjuk, utána az eltűnik. Nagyon sok ember nincs tisztában a karma fogalmával. Ők egy negatív asszociációt rendeltek hozzá, hogy ez büntetés. Nem büntetés, az egy megtapasztalás, hogy korrigálni tudjunk, vagy egy fel nem fedezett, vagy egy elrontott régi hibát. Ami nagyon fontos tudni így az embereknek, hogy egyszerre 12 dimenzióban létezünk. És a földi ember, a humán 1.0-ás, vagy 1.0-ás verzió, az szinte csak a fizikai síkról tudott, és talán még egy olyan dimenzió, hogy a magasabb én, vagy a szellemvilág, és akkor tudod, volt egy kicsi ilyen hovatartozás a felső elve, 12 dimenzióban létezünk, és az igazság, hogy az őseink is mi vagyunk. Ez a háromdimenziós elmének egy kicsit magas, mert minden egyszerre történik. Nincs múlt, nincs jövő, jelen van, és akkor ilyen trilliárdnyi idősík van, és azon vagyunk mi, és mi vagyunk az őseink. Na most ezt már hallották az emberek, és egy kicsit szeretik túlspirázni, mert nem értik, hogy mi van, és ez igazán nem a gyógyulást. Én azért mondom, hogy menj vissza először a múltba, nézd meg a jövőt, hogy a viszlátszorongás Hello-ile kurzust tanítom, mert a háromdimenziós elmének kell a múlt és a jövő referencia, mert ez még a lineáris módon gondolkodik. Ha azt nem gyógyítjuk meg, akkor mi azt hiszük, hogy át tudunk ugrani egy réteget, és visszahúz mindig azokra a lépcsőfokokra, amiket még nem oldottunk fel. Ez nagy frusztrációt jelent az embereknek, és az nagyon fontos tudni, hogy ezek a karmikus történetek, egészségügyi problémák, kapcsolati problémák, ezek a legtöbbi az asztrál testünkben lakozik. Az asztrál testünk a 4. dimenzióban van. Én beszéltem erről már egy párszor, hogy vannak asztrál traumák, ugye az asztrálség, és innen jön a legtöbb ősi problémák. Innen jönnek ezek a nagyon csúnya traumák, tehát az igazi, azok a traumák, amit az ember így hát meghőköl. És az a lényeg, hogyha ezeket feloldjuk,
és nem tagadjuk meg őket tovább, mint ahogy millió inkarnáció óta már csak én nem jó fej, vagy nem vagy jó fej, tele volna búrád minden rossz programmal. Mert az elme az olyan, mint egy száraz szivacs, és átítattak minket egy millió olyan program, amit nem is tudunk. Ezért hívják tudatalattinak, és az asztrál testünk az a beteg testünk. Az az a test, amit hogyha integrálunk, feloldjuk a karmát, így meggyógyítjuk az őseinket, az asztrál test meggyógyul, a magasabb dimenziók integrálódhatnak bennünk, és az asztrál test elolvad, szó szerint eltűnik. Amikor az megtörténik, már nincs betegség. És most a mai nap, meg mai világban ez történik, hogy fizikai síkon is, vagy a stratoszféra lejött, és a földi síkkal integrálódott. A negyedik dimenziót bezárták az égiek, már nincs hatalmas távolság. Erre mondtam, hogy kijött a fogkrém a tubusból. Most az asztrál traumáink is jönnek ki embereken, és azért van ilyen rosszul az emberiség, mert azokat föl kell oldani. Ha azt feloldjuk, feloldódik a karma, az asztrál testünk meggyógyul, és jól leszünk. Jó? Tehát a karma igazán csak egy emlékeztető arra, hogy vannak megoldatlan, megcímezetlen fejezetek az életünkben, és hogyha azt áttekintjük természetesen profi mentorokkal, utána tudunk tovább lépni. Nem biztos, hogy mindenki hallott, vagy ismeri pontosan ugye az asztrál síknak a mienségét, hogy erről egy kicsit ki tudunk térni, ha már így említetted az asztrál síkot. Amikor asztrál síkról beszélünk, akkor pontosan mire gondolsz, hogyan képzeljük el, mint ahogyan az asztrál síkon lévő feloldatlan traumáinkat is, mert ugye azt mondod, hogy nagyon sok minden onnan jön, vagy hogy ott helyezkedik el. Az asztrál sík a negyedik dimenzió alsó részében van, ez egy frekvenciasáv, a harmadik dimenzió egy frekvenciasáv, a negyedik dimenzió és egy frekvencia tartomány, az ötödik dimenzió és így tovább. És az a lényeg, hogy amikor mi éljük az életünket, és tetszik az élet, akkor nem is gondolkodunk, hanem ilyen, csak egyszerűen szeretjük az életet, viszont abban például, amikor valami nem tetszik, meghőkölünk, bemegyünk transzba, ez a, tudod, így lefagyunk, és ez a transz állapotba az elmébe egy, a másodperc töredéke alatt több száz dolgot, nem kívánatos dolgot beleültetünk. Hányszor voltunk ilyen meghökkent állapotban? Milliószor. Tehát ezért mondom, hogy drrr, tele nyomja az el, mint egy háttérprogramot, és az utána fut tovább. És az történik, hogy minden nem kívánatos dolgot mi tudatosan vagy tudatalatt, de inkább tudatalatt elutasítunk. Nekem ez nem tetszik, velem te így ne beszélj. A főnököm az egy ilyen, meg ilyen, tudod, tapír, stb. Stb. És mind, mikor valami nem tetszik, ezt nem tudjuk, energetikailag mi ezt elutasítjuk. Valami jogos, és persze kell is, csak azt nem tudjuk, hogy energetikailag, hogyha csinálunk egy energia fényképet, tele lennének az energiázunk ilyen kis pontokkal, amik rajtunk kívül vannak, és belül, bennünk kéne, hogy legyenek. Ezeket hívják elutasításoknak, szeparációknak, azaz technikai nyelven diszociációknak. Az asztrál sík az a negyedik dimenziós lényünk, ott van az asztrál testünk, ott tartózkodnak a betegségek, az elutasított, karmikusan örökölt problémáink. Tehát ez olyan, mintha belegondolod, van ez a raktárhelyiség, és abban van még egy. Nem mondtam el, de az a raktárhelyiség négy van. De marad, de jó, ugye? És rengetegről nem tudunk, mert ahogy az ego, meg a kvantum mechanika pakol át a dolgokat ezbe a raktárhelyiségekbe, minimum háromról nem tud az ember a négyből. Sok ember még négyről se tud. Na, az asztrál sík az az egyik. És ahogy már tudatosságban vagyunk, és elkezdjük oldani az elmén keresztül ezeket a karmikus örökségeket, meg tudjuk a spirituális pszichológia szabályai szerint azonosítani és gyógyítani a dolgokat, az asztrál síkon ürül ki az ősi felhalmozott történethalmaz, azáltal a mi asztrál testünk, az a fizikai test gyógyul, és amikor ez feloldódik, összeintegrálódik, és nem lehetünk betegek többet. Az asztrálség ez egy magasabb dimenziális, negyedik dimenzionális lényünk, ami általában el van utasítva, nagyon erősen, nagyon gusztustalan traumák által van fogvatartva,
És ettől retteg az emberiség, azért mindenki hárít, mikor a belső munkáról van szó. Ez az, mikor az ego már egy ninjaként támad ránk, mert nagyon szereti ezt a ez titkos asztrál raktárhelyiséget úgy megtartani, ahogy van. Úgy hangzik ez, mintha az egész árnyékvilágunk az asztrális síkon lenne, mert hogy én most így nem nagyon éreztem a különbséget, hogy mi az asztrális síkon lévő elutasított részeink, energetikánk, vagy energiáink, és mondjuk az árnyékvilágunk között, ahol megint csak minden, ugye, teljesen tudattalamban, de el van utasítva. Ez jó kérdés. Különbséget érzékelem még, vagyis azt próbálom, arra próbálok rávenni, hogy arra világítsak. Igen. Nem minden árnyékunk okoz betegséget. Vannak olyan árnyak, amik csak pénzhiányt okoznak, de nem tesznek minket beteggé. És tudod, az árnyvilág az nagyon gazdag, mert 6-7 régióból áll, akkor vannak a fényárnyékok. Tudod, beszéltük, hogy én vagyok a jó fej, a kedves aranyos, ez tehát itt az önéletrajz, ez is az árnyvilág része, ez nem az asztrálsíkon van, ez a harmadik dimenzióban van. Erről beszélünk, tudod, kocsmai beszélgetések általában ezt a réteget taglalják. Az alatta lévő rész pedig ugye ezek a gyenge árnyékok, az áldozat, a mártír, szegény én szerencsétlen, én vagyok az áldozat, stb. Stb. Ez már egy kicsit belenyúl az asztrálsíkba, de az asztrálsíkba igazán az alattabb lévő részek, az alatta lévő rétegek, a tomboló, örjöngő részeink vannak. És mivel el van, szeparálva van, az történik, hogy minden, ami szeparált, először 15-20 évig megnyugvást és békességet ad nekünk. Ez egy hatalmas egótrükk. Semmi gond, kicsi. Mondd meg anyádnak, hogy menjen, költözzön. Küld, tudod, csak mindenkit elköltöztetünk. Mi fizetjük a költséget, köszönöm szívesen. És utána tudod, 20 év múlva, meg ez a másik raktárhelyiségből a tartalom visszacsorog hozzánk, és nem tudjuk a logikát, hogy mi. És mindig azt mondom, hogy oké, semmi gond. Mikor tagadtad meg ezt a dolgot itt, vagy fedezzük fel, hogy ez minek a hiánya, minek az eredménye, és akkor keressük meg azt a mintát, amikor ezt létrehoztuk. Ez lesz amúgy most a nagy elvárás az új humántól, hogy tanulja meg a teremtői logikát, azaz az elmei logikát. Jó? Tehát igazad van, nagyon sok árnyunk az asztrál síkra van kitéve, kitagadva, ezek az árnyunk olyanok, mint a kivert kutyák. Nagy szükségünk van rájuk, mert azba van az erő, abban jön a bátorságunk és a tetrekészségünk, csak ezt mi nem tudjuk, mert mi azt hiszük, hogyha visszafogadjuk azt a gyilkost, meg ezt a pszichopatát, aki mindenki ott van, hogy akkor mi azzá válunk. Nem, anélkül válunk azzá. Mert minden, ami ki van diszociálva, van, el van utasítva, magunkon kívül, az ránk haragszik. Ez a harag, ez a düh, ez olyan, mintha külső támadások érnének minket, és előbb-utóbb rajtunk keresztül lejátszódnak olyan életkörülmények, hogy nem tudjuk a logikát, és nem tudjuk hova tenni. Azért nagyon fontos ezeket integrálni. Értem. Visszatérve itt az eredeti témánkhoz, ugye, karmikus örökségeinkhez, ennek a kapcsán jutott az eszembe, hogy létezik-e olyan, hogy átvállaljuk másnak a traumáját, vagy ány történeteit, és ugye a velük járó megoldatlanságot utána a saját magunkban betegségként manifestáljuk. Többek között egyébként ugye a Hellinger-féle családállítás sokszor beszél erről, így zárójelben ugye hozzáteszem, hogy ugye szeretetből képesek vagyunk, a szerint az elmélet szerint átvállalni másnak a betegségeit, vagy a feloldatlanságait, és akkor az nálunk jön ki, akár valamilyen nagyon súlyos betegség formájában. Erről neked mi a véleménye? Jó, három dolgot akarok mondani, mert kérlek, úgy segíts, úgy tudod maradni ezen a sávon. Az egyik az, hogy az akasánkba le van írva, hogy mik azok a földi emlékek, amit eddig átéltünk, és mik azok a korrigálni valós, gyógyítani való emlékeink. Itt több tízezer emlék van, ez az akasa. Erről ezt már hallottak az ember. Ezek a földi rekordok, a földi történetek. Na most
Az akasába nem szabad se belenyúlni, se belenézni engedély nélkül. Ezt tudják, hogy természetes törvény, és aki ezt nem tartja be, az törvényszegést csinál, még akkor is, ha nem tudja. Nem szabad. Ez a te szoverén akasád, mindenkinek megvan a magáé, és ha adsz engedélyt, akkor én is tudok abba segíteni. Most nagyon tiszteletlenül figyelmen kívül hagyták az emberek, évmilliókig, és mindenki, tudod, látók, meg gömbök, meg tudod, ilyen olvasók, meg stb. Néztek bele más emberek akasájába. És ezt azért mondom, mert nagyon sokszor volt, hogy még idézőben rossz, a gonosz erők, ugye nem akarták, hogy te, meg én, meg az a pár, tudod, fénymag, a csillagmag, hogy jól érezzük magunkat, és átcseréltek az akasában úgynevezett fájlokat. Ez velem is megtörtént. Betettek egy más ember életútját, vagy feladatát, és akkor tudod, te nem tudod, mert a programok szerint futunk, ezek a régi Matrixból bináris programok szerint futunk, és akkor azt mondjuk, hogy úgy érzem, meg az jön fentről, hogy nekem most el kell végeznem a szakácsi iskolát. És akkor, tehát Robi, hát mérnök, hogy ó, nem, én úgy szeretek főzni. És akkor tudod, bemeséljük magunknak, amit tudod, ott van abban a fájban, az akasában. És velem is az történt, hogy, és ez megint az ego, ez nagyon bújt, hogy próbáltak engem ugye inkább hátráltatni. Ez nagyon sok fénymaggal megtörtént. Hogy tudod, már nincs gonosz, az egyedüli gonosz az emberek elméjében van, tudod, a fel nem dolgozatlan háborúk, meg az emlékek, de próbáltak engem is lassítani, letéríteni, mellékvágányra terelni, hogy ez több milliónkkal történt, és ez a lényeg, az ego nem akarja, hogy elérjük az élet célunkat. Jó? Tehát ez egy ok. Minél magasabb a tudatosság, ha itt azért vagyunk, hogy a fényt lehorgonyozzuk, és bevállaljuk, akkor ez is történt nagyon sokunkkal. Ezt is lehet korrigálni természetesen hipnotikus technikákkal. A másik, hogy átvállaljuk más betegségét, karmáját. Ilyen van, de nem kéne, hogy legyen. Mi teremtjük a valóságunkat, és minden életkörülményünk azért alakul csak ki, mert mi úgy döntöttünk, hogy ez kialakulhasson. A döntésünk az az elmei síkra jövő ítélő képességünk és az egész mély világon. Az a legnagyobb baj az embereknek, hogy értéktelennek hiszik magukat. Hogy méltatlannak hiszik magukat, hogy bizalmatlanok és szeretet hiányba szenvednek, és ez átítatja az egész pszichéjüket, a millió réteges, tudod, a kvantummechanikájukat, és amikor az ember szeretetre vágyik, ugyanakkor értéktelennek véli magát, méltatlannak véli magát, mert mindenki nagyon brutálisan, több ezer síkon az be vannak finoman töredék, ilyen homokszem nagyságba itatva az elménkbe, akkor mi azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy minket szeressenek, én megbetegítem magam, de csak egy dolog van, mert bűntudata van az embernek. Egy tiszta elmélyű emberben nincs bűntudat. Akiben nincs bűntudat, az nem bántja se magát, se a másikat. Azért vállalunk be ilyen idézve karmikus dolgokat, mert felszínen mi azt mondjuk, hogy mi ezt segíteni szeretnénk. De nem. Tudod, én nem vagyok olyan édesek aranyosak, mint hogy az emberek hiszik, és mostantól kezdve nagyon brutális igazságot kell kimondani az embereknek. Azért csináljuk, mert büntetni akarjuk azt a másikat, akitől átvesszük a karmát. Büntetjük ezáltal magunkat is, hogy azért, hogy az ego utána neheztelhessen ránk, és sérelmeink lehessenek. Mindenki irányába, aki sérelmeink vannak, az azért van, mert mi megígértük nekik a lélek szerződésbe, hogy őket megmentjük. Na, erről senki nem tud. Nem mentettük meg, hülye anyu, hülye apu, hülye hentes, és az egész világ hülye. Jó? Tehát nincs olyan, hogy mi másét bevállaljuk, hogyha tiszta az elménk, az egy büntető, egy támadó mechanizmus, támadó a személy irányába, akitől átvállaltuk, támadás magunk irányába, és titokban támadás az Isten felé. Vissza lehet vonni? Tehát, hogyha valaki átvállalt egy ilyen betegséget, tisztába kerül ezzel a dologgal, rájön, és úgy dönt, hogy jó, akkor ezt most így szeretné semmissé tenni, vagy valahogy visszacsinálni, visszafordítható?
Minden. Dönthet utána úgy, hogy jó, akkor köszönöm szépen, mégse kérem. Persze, és ezért csináltam a nagy technikát. Tudod, az, ahogy említettem, az Az amides van épület. speech-ba. Kell hozzá szakértelem. Tehát én mindig mondtam, Szonya, veled is sokszor beszélek, ez profi tudás kell. És azért adtam át azt a technikát, az én középhaladó és haladó technika, hogy az embereknek végre legyen a kezében egy olyan valami, ami működik. Na most a működtetőnek is egy bizonyos szint fölött kell lenni ahhoz, hogy tényleg jól működjön, de hát ezért kellenek mentorok. Jó, azért is kezdtem majd a csoportos coachingot, hogy tudok embereknek segíteni és ötletet adni. Minden korrigálható, minden javítható, de viszont tudni kell azokat a kifinomult, bújtatott, tudattalan és tudatalatti régiókat, meg struktúrákat, amiket olyan minden nyomógomb. Tudod, tudni kell, melyik gombot kell megnyomni ahhoz, hogy ez a funkció működjön vagy megálljon. Jó. A beleszületett betegségeink esetében mire gondoljuk? Tehát kinek a feloldatlan elmei részeire mutat tükröt, ugye egy beleszületett gyógyíthatatlan betegség, most genetikai, meg degeneratív dolgokra gondolok elsősorban, ilyenkor kinek, és mit kell tanulnia belőle? Egy szülőnek, vagy gyereknek, vagy szülőnek és gyereknek egyszerre, gyereknek és ősöknek egyszerre, és még egy, bocsánat, még egy kérdés ide pluszban, és akkor utána hagyom, hogy ezeket mind megválaszol. Ugye például a gyerek ugye egy olyan betegséggel születik, amivel csak nagyon rövid ideig tud életben maradni, tehát ugye az orvostudomány álláspontja szerint, akkor ebben az esetben mire kell gondolni? Tehát kinek a traumája ez, amit a gyerek ilyenkor vállal, vagy bevállalja azt, hogy még egy nagyon rövid életútja lesz? Oké, ez két külön kérdés, majd légy szíves, segíts jó sávban maradnom. Az első kérdés az az, hogy ezek az én betegségek, úgy nevezted őket, hogy Egy beleszületett betegség, beleszületett. akkor valaki úgy születik, hogy már betegen. Ennek sok oka van, de kezdjük egyszerűen. Az egyik oka az, hogy múlt életben valami beteljesületlenül hagytunk, megoldatlanul hagytunk, azaz a törzsfejlődésünk, ez szükséges lépéseket nem tettük meg. És az univerzum az azt mondja, hogy nem figyelsz, nem figyelsz, nem figyelsz, feltekerem a hangerőt. Hallasz? Nem hallok, akkor még föltekerem. Csak az a lényeg, hogy még mind, erre mondom, a Schaller time, hogy ami még az ember tudod, és ez kell alázatosnak lenni. Az ember nem egy alázatos lény. Most alázatosságra fogják tanítani az embereket. Ezek az örök, vagy ezeket a veleszületett betegségeket ugyanazzal a metódikával és technikákkal lehet feloldani, mint a most, hogy mondjam, megtapasztalt betegségeket. Ebbe az a nehéz, hogy ismerni kell a spirituális pszichológiát. Tudod, ezt nagyon kevesen tudták, még mikor elkezdtem a pályafutásomat 2010-ben, de most már egyre inkább azt hiszem az emberek értik, hogy a mi sorsunk meg van írva előre, de nincs kőbevésve. És a belső elmei munkán mi átprogramozzuk a DNS-ünket, ezért tudunk emelkedni. Jó? És a DNS-ből jönnek ezek az ősi, idézve örökölt betegségek. Tudod, az egész család ettől szenvedett, tudod, már és sokat hallottam, hogy már anyámnak is mellrákja volt, meg a nagymamának, hát persze, meg voltak erőszakolva, a szexuális trauma. Tudod? És akkor mit kell csinálni? Visszamegyünk, használhatjuk a nagy technikát, vagy ilyen más, ilyen regressziós, meg integrációs technikát, és meggyógyítjuk az ősöket. Az ősöket meggyógyítjuk, az a személy, aki gyógyít, vagy akit gyógyítunk, is meggyógyul. Tehát az egész, tudod, az ősvonal és a kvantummező meggyógyul. Tehát nagyon fontos tudni azt, hogy mi programozzuk a világot az elménken keresztül, és ami nem kívánatos, az csak egy megoldani való feladat. Sok feladat egy nagy falat. Ez a kihívás. Tehát nincs olyan, hogy megoldhatatlan dolog, csak olyan van, hogy az ember erőtlen, istentelen, és mondjam tovább,
És ha ezeket elkezdjük pótolni, utána ez az eszköztelen hozzáállásunk, ami eddig domináns volt, visszaintegráljuk magunkat a forrással, minden valóra válik, és a megoldást is be tudjuk integrálni magunkba. Minél magasabb a tudatosság, azaz, minél üresebb az elménk, annál kevesebb problémával kell megbirkóznunk. Minél több problémánk van, az azért van, mert itt az alsóbb részeinkben, az alsóbb dimenzionális világunkban feloldatlan, megoldatlan dolgok vannak. Ez nem azt jelenti, hogy hanyagok voltunk, hanem hogy mi is a lélek szerződésben az inkarnáció előtt betettünk magunknak olyan betegségeket, hogy figyelj, ez téged erre meg erre a törzsfejlődési szintre segít eljutatni. Elmondom az én példámat, mert az egy jó kézzelfogható valami. Erősen traumatizálva voltam, mint egy kisrác, és nem tudtam, éltem az életemet, tudod, kajakoztam, öttusáztam, túráztam, csajoztam, tudod, stb. Bicikliztem STV, oltári pofám volt, és egyszer csak, mikor 40, nem, már 30, Bostonba, mikor elköltöztem, azt hiszem 2000-ben költöztem Bostonba, összeestem a fájdalomtól, olyan emésztési, olyan bélgörcseim voltak, annyira fájt, hogy tényleg fetrengtem, mint akit lelőttek. Na most akkor tudod, jártam orvoshoz, semmi gond, fizikai síkon semmi nem volt felismerhető vagy detektálható. Na azért volt, mert a gyermekkori traumámban, akik engem bántottak, én az elménybe kinyírtam. És az a saját gyilkos, ez az őrjöngő, asztrál, pszichopata gyilkos, ami tudod, a kedves előadó, tudod, a fényárnyék világomban szinte elérhetetlen volt, az gyilkolt engem belül. Jó? Tehát, miért, és akkor elmondom, itt a lényeg. Miért volt ez? És évekig szadizott. Több tízezer dolgot fedeztem rajta keresztül. Vagy fel. És erre mondtam egy régebbi videóban, hogy ez az üzenőfa. Nekem az volt az üzenőfal, hogy fedezzem fel az asztrál testben ezt az eszméletlen trauma kupacot, ezt a több tízezer ilyen, kinyírlak, tudod, energiát. Nem mindenkinek ott van, csak nem mindenkinek van ekkora lángra fölcsavarva, nekem nagy lángra volt téve, és akkor tudod, ez hozzásegít, ezt én tettem be magamnak a lélek szerződésbe. Hogy ezáltal, hogy rájövök, és kitakarítom magamba, és integrálom, tudok másnak segíteni olyan traumaoldásba, ami szinte a világon senki nem tud. Jó, tehát nagyon, nagyon fájdalmas volt, viszont most nagyon jó, és oda vezetett, hogy ez nekem az egyik része az életcélomnak, hogy betudtam, meg magamévá tudtam tenni, meg tudtam gyógyítani magamban ezt a nagyon-nagyon, nagyon agresszív, ilyen multi, tudod, tízezres ilyen konfliktus csomagot, és akkor ezzel keresztül látok át így az asztrál síkon, meg a kvantummezőn is tudok embereknek segíteni. Jó? Tehát ez hogy megörököltem? Hát anyukámnak is van. Vádli fájdalma, öcsémnek is, nekem is volt, és akkor ezeket tudod, mind föl lehet oldani, de minden értünk van, csak ezért kell az elmét úgy takarítani, hogy kiszálljunk a ebből az áldozati szerepből, és egy jó detektívként tanuljuk meg ezt a logikát. És akkor ugye a kérdés utolsó része volt az, hogy amikor egy baba születik betegen, és kvázi most így csúnya szóval élve, de ugye nem várható hosszú élettartam, tehát vannak sajnos végén ilyen betegségek, ahol az orvostudomány azt mondja, hogy már pedig az a tapasztalat, hogy maximum 1 év, 2 év, 3 hónap változó. Hogy most nyilván ugye egy ilyen baba az úgy tűnik, vagy egy ilyen kisgyerek úgy tűnik, hogy mintha a szüleit jönne leszolgálni egy lélekszerződés keretében, mert hogy a szüleinek tanítson valamit a saját betegsége által. Ezt jól értelmezem? Igen. És ez az a brutális rész, ami tényleg nehéz róla beszélni, de muszáj, mert ugye valamilyen szinten azért én is szülő vagyok, az én lányom majdnem 30 éves, tudod, te is egy anya vagy, és a gyermek az nekünk egy kincs, tehát az az élet, az a mindenségünk, és ezt soha nem mondta el nekünk senki, hogy a mi belső érzelmi és rezgési háztartásunkhoz idomul a gyerek, és inkarnációra úgy választ minket, hogy az nekünk és neki a törzs fejlődését. Azt, vagy arra, azt mond már, segítsen.
És ez sokszor nagyon brutális formában jön ki, mert gyerek megszületik, mondjuk agy, a, tudod, mit tudom én, stroke-kal. Van olyan kisgyerek, aki stroke-ot kap pár hónapos. Ez mit jelent? Hogy a szülőknek ott a szívtörés traumája. Na most ezt senki nem mondja el nekik, mert nem tudják. És akkor keressük a fizikai síkot, hogy mindig ezt mindig a fizikai síkot ütlegeljük, hogy jaj, jaj, mi? Hát takaríts ki a búrádat. Old fel a traumáidat, keress egy jó mentor, tanulj. Ez a lényeg, ezt mondtam korábban, az embereknek meg kell tanulni a teremtés logikáját, mert eddig nem tudtak róla. És akkor a kisgyerek azt mondja, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy figyú, én a teremtőt szolgálom, most lesz egy fizikai testem, az egy fizikai test, az jön, megy. De én most lejövök, leszületek ide, és megmutatom a szülőknek, hogy WhatsApp. Na most ez a WhatsApp, ez nagyon fájó sokszor, és sokan nem tudják dekódolni ezt az üzenetet. Vannak olyan, ugye rengeteg olyan van, aki koraszülött. Miért koraszülött egy gyermek? Azért, mert az anyuka érzelmi világa olyan elviselhetetlenül traumatizált és konfliktusos, hogy a gyerek azt mondja, hogy innen ide nem, itt nem akarok lenni. Inkább megyek oda abba az izébe, abba a melegítő kis izébe, nem tudom, minek hívják, de tudod. Igen. Okay. Jó, tehát az egyik, hogy minden arra próbál rámutatni, hogy bennünk a gyógyulatlan elmei síkon felhalmozódott dolgokat takarítsuk ki. Volt olyanról is nagyon sokat hallottam, hogy a kis gyermeknek van már a nem liver, hanem kidney, tehát a vese, ugye vese probléma. Hát akkor a vese. Hogy nem működik, meg alul működik, meg nem jó, meg az egyik, stb. És akkor tudod, a spirituális üzenet, ezt már sokan tudják, hogy a kapcsolatodat magaddal, a másik nemmel és a saját nemeddel gyógyítsd meg. Na most az ember megint nem ért, hogy ez több tízezer réteg. Eddig egy nagyon felszínes világban éltünk. Próbáltuk, tudom, az emberek azt hitték, hogyha megvan a spiri, tudod, a jellemzés, ó, hát már mindent tudok, akkor mehetek tovább, és akkor Balatonon majd ezért partizan. De nem így működik. Ez az embernek a felelőtlensége. Tudod, mindig mondtam, van a felelősség elhárítása, ez egy eszmetlen domináns DNS rezgés, az ego nagyon szépen elbújtatja, és amíg az ember nem, eddig nem feküdt rá, hogy nagyon precízen, nagyon megismerje ezt a logikát, addig mindig volt valami nem kívánatos szög, ami kibújt a zsákból. És azért mondom, hogy nincs rossz, a tanulás van, amit eddig mi nem vettünk, a legtöbbünk nem vett komolyan. Jó? És az a baj a gyerkőcökkel, hogy általában ez a gyerkőcök, akiknek már problémásan jönnek a világra, ez meg lehet gyógyítani, ha a szülők meggyógyítanák magukat és az őseiket. Oké, megint mi, vissza, takaríts ki a búrádat. Tehát mindig ugyanaz. Takarítsuk ki az elmét. Oldjuk fel a traumáinkat. És amíg csak a fizikai síkon vagyunk, és nem ismerjük a logikát, ezt a spirituális pszichológiát, addig nagyon frusztrált, és egy nagyon-nagyon egy ilyen, van ilyen reménytelen életet élünk. És erre mondtam többször, hogy ennek vége. Nem lehet így tovább, nem lehet ilyen megközelítésben folytatni az életünket, mert ennél mi sokkal okosabbak és erősebbek vagyunk. Nagyon érdekes ez a koraszülött dolog, amit mondtál, most egy hirtelen átfutott a fejemen, hogy akkor hogy annyira traumatizált az anya, hogy a baba úgy dönt, hogy inkább korábban jön a világra, és megy a meleg inkubátorba, vagy át a másik melegbe. És hogy olyan furcsa az a jelenség, mert ugye a nagyon koraszülött gyereket persze attól függ, hogy mennyivel korábban jönnek, de akik azért jó pár héttel korábban jönnek, náluk elég nagy az esélye arra például, hogy a szemükkel probléma legyen, a tanulásban később problémáik legyenek, és akkor ezt lehetne még sorálni, hogy milyen érdekes, hogy rögtön mutatják is ugye a szülőnek a traumatizáltságát ezeken a testi tüneteken keresztül, vagy ugye mondjuk adott esetben a tanulásban nehezebben megy valami, akkor ott is. Igen. Milyen nagyon érdekes tényleg ez az összefüggés. Volt még egy olyan eset is, elmondom, hogy olyan érdekes, tudod, több millióféle fajta, hogy mondjam így, energia van. Van olyan is, mikor a baba nem akar megszületni,
Az általában akkor van, amikor jól érzi magát, ugye a mama a méhében, viszont trauma van kint, az apuka általában cirkuszol, és a gyerek azt mondja, hogy nem akarok ide megszületni. És tudod, azért mondom, hogy annyira traumatizáltak vagyunk, és az a 14 traumatípus, amit veled feltártunk, hogy az, ha azt ismerjük annak a struktúráját, és azoknak a megjelenési formáit, és lebontjuk, visszamegyünk a mélybe, azért adtam azt a traumoldó kurzust, a viszlát szorongást, helloírat, hogy legalább legyen egy indulópont, akkor tényleg mindent vissza lehet göngyölíteni, és fel lehet oldani. Csak tudod, az is nagyon nagy baj az embereknek, hogy mindent egy ilyen bukott, leredukált, mazsolabódés megközelítésből próbáltunk megoldani, a teljességet elutasítottuk, mert tudod, hogy mondtam, istentelenné tettük magunkat, azáltal, hogy elhagytuk a teremtőt, meg nézd meg, hogy minden bármikor valaki káromkodik, ki az első, akit szídnak. Ezt személyleget mondtam, és ezzel távol tartjuk a megoldást, a bőséget, a lehetőségeket, és a továbbjutást, a továbblépést és a tanulást. Azért mondtam, hogy az ego nagy sakkmester, rengetegen bedőltek neki, de most az a lényeg, hogy ezt transzendáljuk úgy, hogy ne ő vigye tovább, ne ő suttogjon a fülünkbe, hanem neveljük őt úgy fel, hogy vissza tudjuk magunkat integrálni a teljességbe. És akkor nincs probléma. Tehát ez a lényeg, hogy minden, ami nem megy, az azért van, mert elutasítottuk a világot. És akkor ennek van. Nagyon konkrét példát mindig szeretném kérdezni, hogy mi van azokban az esetekben, amikor valami olyan fizikai korláttal születik valaki, tehát mondjuk vakon, vagy siketen, és így az egész életét úgy kell eltölteni, hogy nem fog látni, tehát az egyik érzékszerve kiesik, vagy éppen nem fog tudni hallani. Ugye ezekben az esetekben mit tanul a lélek, vagy mit tanul a személy, aki az adott életbe, vagy fizikai testbe leszületik ezen keresztül, vagy vannak ugye fizikai korlátok, és amikor beleszületett fizikai korlátozottsággal születik valaki, mert ugye én abban azt látom, hogy itt ugye választják ugye az egyik érzékszervát, és valami teljesen más, nem teljesen más, de egy más tapasztalási utat kell választania, vagy kap valaki, ami nem annyira teljes, mint annál, aki az összes érzékszervén keresztül tud tapasztalni, és tanulni, és fejlődni. Hogy ő, az ő esetünkben, tehát mi a helyzet a vakoknál, tényleg így születnek, vagy akiknek ugye hallás problémáik vannak, vagy nem hallanak egyáltalán, vagy csak alig hallanak, hogy mit tanulnak, ugye, hogy azáltal, hogy egy ilyen rá vannak kényszerítve arra, hogy befelé nézzenek, befelé hallgassanak érdekes módon, mert hogy füllel nem tudnak, szemmel nem tudnak látni. Nagyon jó. Minden a lélek szinten és a teremtő által van meghatározva, tehát tudod, hogy a fizikai síkon szerettünk szenvedni, meg rázni az öklünket, de ezt mi bevállaltuk. És amíg az ember ezt nem tudja, addig nagyon rosszul van. Több oka lehet ennek. Az egy, eleve, miért vállalta be ezt a lélek? Hogy fölvesz egy olyan fizikai testet, egy múlandó testet, ami ezt a tapasztalást megadja neki. Mik ebben a leckék, és mik ebben a megtapasztalás? Mik ebben azok a pontok, amit azt mondja, hogy ú, ezt eddig nem tudtam, de érdekes. A lélek az olyan, hogy meg szeretném tapasztalni, ő táncol, mozog, ő nem szeret ismételni dolgokat, ott nincs rutin. A magasabb dimenzió a rutin, az csak a harmadik dimenziós emberi elmében valamit az ego táplál. Ahogy te mondtad, miért iktatódik ki egy érzékszerv? Azért, hogy a másikak, és leginkább az érzelem világot tudja megtapasztalni. Mert azon keresztül került csak közelebb a teremtőhöz. Én 27 éves voltam, és Észak-Karolinában emlékszem arra napra, hogy vezettem, velem volt feleségem, nem tudom, akkor Zsófi még nem élt, a kislányom nem élt, ketten mentünk ki Wilmington, Észak-Karolinában, az a szép tengerpart. Ősz volt, gyönyörű színek voltak, és nagyon jól láttam szemüveg nélkül. És egyszer, egyik másodpercre, a másikra elhomályosodott előttem a világ.
De az a 20-20-as látásból átmentem, nem is tudom, milyen számban, hogy te jó Isten, át kellett adnom a volánt a feleségemnek, annyira. És azóta nem látok jó. Közelre jól látok, tehát ha leveszem a szemüveget, tudok olvasni, de egy-két-három méteren túl már nem élek. Na az a lényeg, hogy először tud az ember reagál a fizikai jelenség. Én is megyünk szemüvegbe, szemészet, tudod, kedves doktor, mi van? Hány éves? 27. Fú, hát akkor minden nap egy ajándék. Csak itt egy okulári, tudod? És akkor de azóta már letöltöttem, megtanultam azt, hogy ez azért volt, mert olyan traumatizált állapotban voltam, és az érzelem világot meg felül fettem, mert a fényárnyék világomban éltem. Nem voltam boldog a házasságomban, rengeteget dolgoztam, bemeséltem magamnak, hogy happy vagyok, és akkor tudod, a rengeteg dolog, mint mindenki átmegy, mielőtt még a világunk szétesik, és utána rakhatjuk össze. Tehát ez a vakság is, hogy lehet, hogy egy előző életben valakinek kinyomta a szemét. Oké. És azt mondja, hogy figyelj, ne haragudj, most akkor bevállalom azt, hogy én is átmegyek ezen, megtapasztalom, megbocsájtok magamnak, nem neki, magamnak, és utána feloldódik ez a karma és a balansz, integrálódik, és nem kell többet ezzel foglalkozni. Tehát az is egy opció. A másik, amit mondtam először, tudod, ez a, hogy annyira el vagyunk foglalva ezzel a látással, meg amit hallunk, meg amit látunk, hogy muszáj, a teremt azt mondja, hogy fölülről, hogy na jó, te többre iratkoztál fel, ez egy limitáció, ez egy korlát. A mi érzékszerveink, azok nagyon-nagyon le vannak redukálva. Amit mi látunk, az szinte nulla, ami körülöttünk van, ahhoz képest, ami körülöttünk van. Amit mi hallunk, az is nulla szinte, ami körülöttünk van, és akkor kikapcsolják, vagy mi egy beleegyeztünk-e, vagy kikapcsoljuk ezeket a nagyon alul működött, meg leredukált érzékszerveinket, és bekapcsoljuk azt az érzelmi antennát, ami igazán a teremtéshez kell, és ami az univerzummal való kapcsolathoz kell. Igen, egyébként nagyon érdekes, amit itt mondtál. Tudod, mi jutott az eszembe, amikor a Michael Newtonnak a Lelkünk útjai című könyvsorozatát olvastam, nem tudom, hogy ismerőse a számodra, és aztán egy amerikai, lehet, hogy nem amerikai, egy pszichiáter volt, aki aztán egy mély hipnózison átvezetett több ezer páciást, és feltérképezte vele a két élet közötti, tehát az előző halál és az születés közötti világot, hogy mi történik abban a köztes térben, vagy az oda átban, és ugye a lelkek hogyan tervezik meg a következő inkarnációjukat, mit szeretnének tanulni, amikor megkötik a lélek szerződéseiket, meg a lélek terveiket. És egy igen, voltak benne ilyenek, hogy pont így a látás kapcsán jutott az eszembe, hogy valaki olyan borzasztó dolgokat lát egy életében, ugye az erőszak szemtanúsága, adott esetben a trauma, ez is eszembe jutott innen, hogy úgy dönt, hogy köszönöm szépen, de a következő életemben nem szeretnék látni, mert számomra az annyira traumatikus volt, amit én itt láttam, hogy most is pihenő kell. Én csak belül szeretnék látni, és kívül nem. És hogy ilyenek is előfordulhatnak. Milyen érdekes, akár hallás kapcsán is. De nézd csak, ha belegondolsz, tudod, ahogy betettem a viszlát szorongás, meg azért tudod veled, és több helyen beszélek, meg interjúlunk, hogy azért nincs valami jelen az életünkben, mert elutasítottuk. Most ez lehet lélekszinten, ez lehet a háromdimenziós síkon, ez lehet az asztrál síkon. Tehát azért mondtuk, figyelj, hogy te is mondtad, annyira fáj, annyira csúnya, annyira nem tetszik, hogy ezt nem akarom látni. Ez egy döntés, minden döntése kvantum időségtörést teremt, és voilà, megteremtettük magunknak azt a szituációt, amit mi elhatároztunk és döntöttünk. Igen, nagyon érdekes. Igen. És akkor mégis még egy bunc kérdésem maradt így hátra, és aztán nem húzom tovább senkinek az idejét, de ezt mindenképp meg akarom kérdezni most inkább így a spirituális megyszemnek a torta tetején, hogy a sorsunk, bár erre már zárójelben hozzáteszem egy kicsit, azért már válaszoltál, de azért felteszem a kérdést, hogy a sorsunk az
Eleve elrendelte, mert hogy vannak olyan spirituális nézetek, amik azt mondják, hogy 99%-ban igen. Tehát, hogy akármi van, az fog történni velünk, ami. Vagy a te véleményed szerint létezik-e szabad akarat teljes egészében is, hogyha igen, a szabad akarat az mit jelent, miben nyilvánul meg? Vagy ha mind a kettő igaz, tehát eleve elrendelt és a sorsunk meg szabad akarat is van, akkor mi a kettőnek az aránya, vagy mit jelent a szabad akarat a teremtőnek a perspektívájából? Említettem ezt a beszélgetésünk korábbi részében, hogy a sorsunk meg van írva, de nincs kőbevésve. Ezt rengetegen nem tudták, és ahogy mondtam, az elme kitakarításával tudunk magasabb rezgéseket átvenni, magasabb dimenziókba menni. A szabad akarat az azt jelenti, hogy a lényünk függetlenül a tudatossági szintünktől az tapasztal egy bizonyos életet. És nem szólhatnak bele fentről, csak akkor, ha kérünk segítséget. Ez a szabad akarat. Nagyon kevés szabad akaratú zóna van az univerzumban, a Föld az pont egy szabad akaratú zóna. És ez azért kellemetlen, mert ugye az ember a legerősebb lény, az univerzumban viszont a legimmaturánsabb, érzelmileg éretlenebb lény az egész univerzum szón, mert cirkuszol, gyűlölködik, átkozódik, tele van a búrája minden rossz programnak. És most az égiek beleszóltak, mert ezzel a sok rossz rezgéssel, amit az emberek elnyomtak és tudatalanba vittek, mi fölrobbantottunk több napot és naprendszert. Ezt nem lehet csinálni, ezek óvodások. Jó, tehát ez a szabad akarat, hogy nem élhetjük az életünket, megtapasztalhatjuk, de nem szólnak bele, ha csak akkor, ha kérünk. És ez megint egy hiányosság volt. Tudom, mindenki mondta, hogy csúnya Isten, rohadt élet, ez meg az, mindenkit elutasítottunk, aki tényleg azért volt ott, hogy segítsen. Leredukáltuk magunkat erre a kis, nagyon szűk mazsolabódés, hogy mondjam, raktár vagy készlethez, és innen teremtettük azt, ami ma van. Ami ez a cirkusz, ez a káosz, ami van, ezt mi teremtettük. Na, ahogy ürítjük ki az elmét, és engedjük el ezeket a nem kívánatos programokat, honnan tudod? Hát úgy, hogy a testben van valami fájdalom, vagy valami betegség előjön, hogy nem tetszik a politikai szint, ezt az emberi elme teremtette, hogy elkezdjük magunkon keresztül oldani, felszabadítjuk magunkat ettől a dologtól, kitakarítjuk a kvantummezőt, és megmentjük a Földet. És az volt nagyon nehéz ebben a szabad akaratban, hogy rengeteg, ugye ez az antikrisztus világa volt. Az antikrisztus az nem akarja az Istenhez visszaintegrálódjunk, nem akarja, hogy szeretetbe éljünk, nem akarja, hogy az organikus szent kehely, szent grál testünk jól legyen, az mindig azt próbálja csinálni, meg úgy suttog a fülünkbe, hogy betegen tartsuk magunkat. És ezért volt ez a sok hamis proféta. Rengetegen nem is tudták, hogy azok. De ezek, tudod, ahogy mondtam, ezek az antikrisztus csicskái. És most eljött az az idő, hogy az ébredők, az igazi fémek azt mondják, hogy nem, vissza akarom integrálni magam a bőségbe, a forrással, az Istenhez, elengedni ezt a sok rossz programot. És mi vagyunk, ez a lényeg, mi vagyunk a nyerekben, mi teremtünk a szépet, a csúnyát és a rosszat. És rengeteg tanítás, ugye te is kérdezted, hogy ezzel nem értem, nem lehet nem egyet érteni. Erre mondom, az ember felelőtlen volt, és a Gáborra volt egyébként, mentálisan tunya. Nem? És mondok valamit. Ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, egy hiányosság volt az emberi gondolkodásban, az, hogy
tudjuk azt, hogy mi mihez vezet, mi a következménye ennek a gondolatnak. Ha én ezt gondolom, és ilyen érzelmet rendelek hozzá, az milyen manifestációhoz vezet? És az interjúnk előtt pont beszéltünk veled a lázadóról. Tudod, ez mindenki kapja be, majd én tudod, te is menj oda. Tudod, kell ez a rész, mert ennek van egy jó aspektusa, viszont ez pont ez a részünk, amit nem érdekelnek a következmények. És ezzel teremtettük, ami van, semmi gond, mi mondtam, felnőttek vagyunk, tudod, gyűrjük fel az ingujat, és teremtsünk jobbat. Magunkon keresztül azáltal, hogy feloldjuk azt a nem kívánatos batyut. Tehát amikor lélekszerződéseinket megkötjük, hogy ez lélek utunkat, ugye megtervezi a lélek az életét, ahová leszületik az inkarnáció, akkor az tulajdonképpen egy ilyen kvantumtervezés, tehát hogy ez így egy ilyen vázlat, de én ettől el tudok térni, ha így úgy van. alakulok, hogy úgy fejlődök, hogy ahogy ez kell. Aha. Így van. Örülök, hogy felhoztad, mert ezt akartam mondani, csak tudod, próbálok minél lassabban beszélni és válaszolni a kis kérdésekre, a nagy kérdésen belül. Mi meg tudjuk változtatni a lélekszerződésünket, és az nem egy, hát nem tudom, úgy hívjuk, violation, tehát belefér, tehát nem teszünk vele semmi rosszat, meg tudunk semmisíteni lélekszerződéseket, újra tudjuk írni, felül tudjuk írni, ehhez kellenek természetesen hipnotikus technikák és jó mentorok. Tehát semmi nincs kőbe vésve, ez a lényeg. Jó? Ez Olyan kép... megmutató tulajdonképpen. Nem, hát olyan, egy eszmetlen, kedves, szerető és egy képlékeny világban élünk, csak, ahogy mondtam, többször térkép nélkül mentünk el otthonról. Tehát egy használati utasítás nélkül, és most jött el az az idő, majd meglátod november végétől, hogy az eszméletlen spirituális felébredés fog elkezdődni. Mindenki rájön arra, hogy te atya, te tényleg az elme, én irányítom ezt az egész tudom, úgy, hogy univerzum. Tudod? És egy komoly érdeklődés indul majd be, mert összekapcsolódtak azok a neuronok, meg azok a neurológiai asszociációk megszülettek az emberek elmébe, hogy látják azt, hogy tényleg itt az összefüggés. Robi, nagyon szépen köszönöm ezt a mai rendkívül érdekfeszítő beszélgetést, és hogy megint ismét annyi információt kaphatunk tőled, hogy köszönöm szépen, és akkor találkozunk legközelebb. Mindenkinek nagyon szép estét, napot kívánok, és köszönöm szépen a figyelmet minden jótoknak. Szia, Robi! Szép estét! Szép estét!